Vasárnap reggel 6 órakor nyitottak ki a szavazóhelyiségek. helyiségek. Szombathelyen 69 szavazó körben lehetett voksolni a szavazólapokon szereplő 9 pártlista egyikére. A mai szavazás az mégis állampolgári kötelesség, a másik pedig a szívügyünk. Nagyon sok minden múlhat ezen, ugye hogy lesz-e bevándorlás egyszer, ez az egyik. Hát a másik, hát az, hogy maradunk e az Európai Unióba vagy sem, és akkor hát, hogy jönnek el a támogatások az Unióban. Mi is az Európai Unió tagjai vagyunk, és azért nem mindegy, hogy a mi véleményünk ott van az Unióban megfelelő létszámmal, vagy pedig nem. Szombathelyen este 7 óráig a választásra jogosultak 50,67%-a járult az urnákhoz. Ez jóval meghaladja az országos átlagot. Az európai parlamenti választást a fidesz kdnp nyerte a szavazatok több mint 52 ával Második lett a Demokratikus Koalíció, harmadik a Momentum. Rajtuk kívül az MSP párbeszéd és a Jobbik küldhet képviselőt az európai parlamentbe. Az LMP nem szerzett mandátumot. A szombathelyi sorrend hasonlóan alakult. A városban is a Fidesz-KDNP végzett az élen. A DK, a Momentum és az MSP párbeszéd jobban, a Jobbik gyengébben szerepelt az országosnál. Az eredmény a külképviseleti és a levélszavazatok összeszámlálása után válik hivatalossá.